30 napra előzetes letartóztatásba került az MSZP volt elnök helyettese Simon Gábor. Ügyvédje azt kérte, hogy helyezzék szabadlábra vagy házi őrizetbe, de a bíróság elutasította a kérést, mert attól tartanak, hogy megszökik vagy megsemmisíti a bizonyítékokat. Simon Gábor gyanúsítotti kihallgatásán minden bűncselekményt tagadott. Azt mondta, nem az övé az ausztriai bankszámlán tartott 240 millió forint, hanem csak kezeli a pénzt. Már megszokott, hogy baseball sapkát visel Simon Gábor, az MSZP volt elnök helyettesét így hozták ma reggel a bíróságra is. És ugyanígy próbált rejtőzködni, amikor a tárgyalás szünetében összebilincselt kézzel kihozták a teremből. Simon Gábor nem mondott semmit arról, honnan van az ausztriai számláján 240 millió forint. A Pesti Központi Kerületi Bíróság őrszobájára vitték, ott várt a döntésre. Amikor visszahozták a tárgyalóba, már nem volt rajta sapka, így már látszott, megviselhették az elmúlt hetek eseményei. A bíróság zárt ajtók mögött döntött a sorsáról. Simon Gábort 30 napra helyezték előzetes letartóztatásba. A bíróság megállapította, hogy a gyanúsítottal szemben az alapos gyanú fennáll. Végzését három ok támasztja alá. Egyrészt a szökés elrejtőzés veszélye, másrészt a bizonyítási eljárás meghiúsításának a veszélye, harmadrészt pedig a bűnismétlés veszélye. A döntés nem jogerős, mert Simon és ügyvédje fellebbezett ellene. Küzdünk tovább. Köszönöm szépen. Mit mond Simon úr a vádakra? El kell olvasni a végzést. Ide a Pest-Lőrinci házába szeretett volna hazajönni Simon Gábor. Ügyvédje azt kérte, helyezik szabadlábra, vagy legalább házi őrizetbe, de a bíróság mind a két kérést elutasította. Annak ellenére, hogy Simon Gábor a gyanúsítotti kihallgatásán minden vádat tagadott. Azt mondta, nem az övé a 240 millió forint, csak vagyonkezelőként játszott szerepet az ügyben, és semmilyen más bűncselekményt sem követett el. A mentelmi bizottság elnöke szerint ebben az esetben ugyan valóban nem kellett volna feltüntetnie vagyonbevallásában az összeget, de csak akkor, ha jelzi, vagyonkezeléssel is foglalkozik. Először is fel kellett volna tüntetni, hogy őneki van egy olyan tevékenysége, hogy ő vagyonkezelő. Ha ezt a tevékenységét feltünteti, akkor annak a tartalmát nem kellett volna feltüntetni. Az RTL híradó által megkérdezett ügyvéd szerint a vagyonkezelés pénzintézeti tevékenység, ahhoz Simon Gábornak engedélyre van szüksége. Akkor is, ha valaki csak szóban bízta rá a pénzét. De nem zárom ki, hogy a feleknek egy ilyen jellegű magán megállapodása jött létre, ezt úgy hívják, hogy megbízás. Tehát megbízok valakit, hogy az én pénzemmel gazdálkodjék. Ez mehet, csak engedély kell rá. A Fidesz szerint, ha tényleg nem Simoné a pénz, akkor a szocialistáknak tudniuk kell, valójában kié. Fogalmam nincsen róla. Egyet tudok, és ezt szerintem egyébként mindenki tudja, hogy a Fidesznek a pénzét kikezeli, mert a Fidesznek a pénzét a Simicska Lajos meg Mészáros Lőrinc kezeli. Simon Gábort azzal is gyanúsítják, hogy hamis útlevéllel számlát nyitott egy magyarországi bankfiókban, amire egyik ismerőse 75 millió forintot helyezett el.